Az ostromnapok állandó része a vásár, ahol idén különböző oszmán ételeket is megkóstolhattak a látogatók. Vajon van megpirítva a gyümölcs, és utána pedig pálinkával flambírozva, mézzel és fahéjas porcukorral ízesítve. A török bazárban teázhattak és lepihelhettek a turisták. A hetedik ostromnapokra Szombathelyről is sokan kíváncsiak voltak. Azért jöttünk Szombathelyről, barátokkal, kis forgata legyen egy kis ilyen kőszegen van, és a, hát elsősorban az italok, meg a vásárok miatt a kitelepülés, a többi megkóstoljuk a helyi különlegességeket, ételeket, pálinkákat, borokat, söröket. Az 1532-es török ostromra emlékezve csata jeleneteket is láthatott a közönség. Áldás csata kezdődik! A bemutatón számos hagyományőrző csapat vett részt, Szombathelyről a Mátyás korának hadviselését megelevenítő fekete sereg. Sikerült belaknunk szépen a várost. Nagyon kiválóan dolgoznak a hagyományozó csapatok, akik itt vannak, a fekete seregtől a sávári nádasdiakig, a sajátjaink, a csobánciak, a körmendiek, tényleg mindenki teljesen oda teszi magát, ahogy szokták mondani. A szervezők munkáját a török származású tanácsadók is segítették annak érdekében, hogy minél hitelesebbek legyenek a ruhák, az ételek és a harci cselekmények. Megpróbálják megidézni az oszmán hadsereget és így az oszmán oldalt is. A valóságban sokkal többen voltak a törökök, mint a magyarok, így az ostromlók létszámát meg lehetne növelni szerintem. A Jurisics vár ostromát több százan kísérték figyelemmel. A sikeres várvédést hajnalig tartó mulatság követte.